Erős vár a mi Istenünk! Sok szeretettel köszöntök mindenkit mai Isten tiszteletünkön, amely különleges alkalom, hiszen ma emlékezünk meg, ma ünnepeljük reformáció ünnepét is, ami az evangélikus egyházunknak tulajdonképpen egy születésnapja. Arról szól ez az ünnep, hogy 1517-ben, október 31-én Luther Márton a wittenbergi vártemplom kapuján kiszögezte a 95 tételét, amivel az akkori egyház megújítása volt a célja, és ebből az eseményből kiindulva egy olyan szellemi, kulturális és lelki megújulás kezdődött el, amelynek a végén létrejött az evangélikus egyház, meg aztán később a református és további protestáns egyházak. Ez az a vasárnap, mely legközelebb esik ehhez a naphoz, így ezen a mai alkalmon emlékezünk meg erről a jeles napról is. Ehhez kapcsolódik mai igénk, amivel szeretném köszönteni az egybegyűlteket, 1 Korintus 3.11. Más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Bizony minden építkezés az alapnál dől el, hogy az az épület, az megfelelő lesz, azok a falak, a tetőszerkezet, hogy fogja szolgálni majd az ott élők, vagy az ott munkálkodóknak a javát, az az alapoknál dől el, hogy vajon az épület milyen megalapozottsággal került felépítése. És így van ez lelki értelemben, az egyházban is, egy-egy gyülekezetben, de akár a személyes hitünkben is, hogy min alapul az én hitem. Babonákon, emberi elgondolásokon, vagy éppen az Isten igéjén és Jézus Krisztus igazságán. Ez utóbbi választatta is meg a feltett kérdése Luther Márton, amikor azt mondta, hogy csak az ige, csak Krisztus, a Szentírásra vagyok hajlandó csak figyelni, semmi attól eltérő dologra nem vehetnek rá. És így vagyunk, mi is ragaszkodunk az Isten igéjéhez, és ő benne bízunk. Így teszünk akkor is, amikor elhunyt testvérünkről emlékezünk meg. Az elmúlt héten szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében kísértük utolsó útjára Takács Ferenc Feri bácsi testvérünket, aki idén október 20-án váratlan hirtelenséggel hívott haza közülünk mennyei atyánk. Az ő ravatalánál János 10:11-ből szólt hozzánk Isten vigasztaló szava. Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Urunk vigasztalását kívánjuk a gyászolóknak, és velük együtt érezve a befejező oltári imádságban fogunk együtt könyörögni. Hirdetem, hogy holnap után, november 1-én temetői istentiszteletet tartunk, ami idén ökumenikus körben lesz. A falu többi felekezetével, gyülekezetével együtt fogunk szolgálni ezen az alkalmon, ez pedig délután 3 órakor lesz. Tehát november 1-én a temetői istentiszteletünk 3-kor kezdődik majd. Várjuk szeretettel a testvéreket. És hirdetem, hogy jövő héten, vasárnap a megszokott időben, rendben 9 órakor lesz istentiszteletünk itt a templomban. Az az alkalom, egyrészt úrvacsorai alkalom lesz, mint a hónap első vasárnapja, másrészt pedig egy könnyűzenés családi istentisztelete készülünk a szolgáló énekkel és zenével szolgáló csapattal, a próbák már elkezdődtek, úgyhogy így szeretettel hívom a testvéreket, és hozzunk magunkkal nyugodtan gyermekeket, unokákat egy könnyedebb hangvételű, de mégis az igét megszólaltató alkalomra készülünk jövő héten vasárnap. És azért, hogy egy kis családias közeg legyen, szeretnénk majd utána egy kis vendégséget, kis süteménnyel, teával, üdítővel oda át a gyülekezeti terembe, úgyhogy így készüljünk. Nem nagy felhajtás, csak az, hogy tudjunk egy kicsit találkozni, beszélgetni egymással az Isten tisztelet után jövő vasárnap. Szeretném megköszönni az egyházfi, a takarítási és a videó szolgálatokat mindazoknak, akik részt vettek, részt vesznek ezekben. Szeretném megköszönni Isten előtt ismert testvérünknek az oltári virágok ajándékát, adományát is. Végül még adományainkat hirdetem. Múlt vasárnapi perselypénzünk 13.200 forint volt, gyászoló család pedig 20.000 forintot adományozott a gyülekezet céljaira.
Isten áldja meg az adakozókat, és adja meg az adományok bölcs felhasználását. A folytatásban evangélikus énekes könyvünk 254-es számú énekét énekeljük. Luther Mátor reformátorunk szerezte ezt az éneket, erős vár a mi Istenünk, ezzel szoktuk köszönteni is egymást a gyülekezetben, és ez az ének egyfajta himnusza is egyházunknak, úgyhogy hagyományainkhoz híven kérem, hogy ennek az éneknek az első versét fennállva énekeljük el.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A 46. Zsoltár így tesz bizonyságot. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe. Ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, a mi várunk. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Ámen. A folytatásban a 9. számú énekrend első versét énekeljük. Az Úr Jézus kegyelme az, amely megtarthat bennünket, akik sokszor eltávolodunk tőle, bűnökkel és kísértésekkel küzdünk. Éppen ezért most Isten színe előtt gondoljunk a mi méltatlanságunkra, és imádságban valljuk meg bűneinket. Mennyei jó Atyám, Te látod az én életemet, Te látod teljesen leplezetlenül, hogyan állhatok most meg előtted. Látod szívemet és gondolataimat, milyen sok minden az, ami eltávolít tőled. Milyen sok minden az, ami nincs a te tetszésedre az én életemben. És te látod mulasztásaimat is, amikor nem adtam neked hálát és nem hívtam segítségül nevedet. Uram, kérlek, bocsáss meg nekem bűneimet. Vedd el tőlem mindazt, ami megkötöz, ami elválaszt a te szeretetettől, és elválaszt a másik ember szeretetétől is. Kérlek, Uram, újítsd meg életemet, mert neked van erre hatalmad. Ments meg, szabadíts meg vétkeimből, és formálj át az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. A 9. énekrend 2. versét énekeljük. Bízzatok testvéreim, ha teljes szívből jövünk Istenhez, ő megkönnyörül rajtunk Jézus Krisztus által, mert úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség ezért az mennyben az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. 9. énekrend 3. versét énekeljük. Thank you.
Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, hálásak vagyunk neked, hogy a te házadba jöhettünk, hallgatni igédet, találkozni veled. Úrunk, te látod szívünket, van, aki hálaadással, várakozással van ma itt, van, aki pedig szomorúsággal és gyásszal a szívében. Köszönjük Istenünk, hogy előtted bármilyen szívvel, bármilyen háttérre megjelenhetünk. Te nem küldöd el, és nem taszítod el azt magadtól, aki téged keres. Úrunk, így volt annak idején reformátorunk is, Luther Márton is, aki kétségei, bűnei közül menekült te hozzád, és megtalálhatta benned a könyörülő mennyei édesatyát. Úrunk, szeretnénk ma is, mi is így jönni te hozzád, aki várod hazatékozló gyermekeidet, aki könnyörülettel fordulsz mindenkihez, aki téged keres. Úrunk, kérünk, találkozz ma velünk igédben, az énekekben, az imádságokban. Jöjj közel hozzánk, és szólj úgy, ahogy nekünk arra éppen most szükségünk van. Az Úr Jézus Krisztus által kérünk, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, hallgassuk meg mai ünnepünknek evangéliumi ige szakaszát, amelyet megírva találunk Máté evangéliumában, az 5. rész első 10 versében a következőképpen. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Amikor Jézus meglátta a sokasságot maga körül, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai, ő pedig megszólalt és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Adja Urunk, hogy ne csak hallgassuk, hanem szívünkbe is fogadhassuk, és meg is tarthassuk az ő beszédét. Magasztaljuk Urunkat az egész kereszténység hitvallásával, az apostoli hitvallással. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklókra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Foglaljunk helyet, és készüljünk az ige hirdetése énekes könyvünk 318-as számú énekével. Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Helyünkön maradva hallgassuk meg és kövessük a kivetítőn hittel és figyelemmel mai igehirdetésünk alapigéjét, Ézsaiás próféta könyvéből, a 33. részből, a 20-astól, a 24-es versig a következőképpen. Nézd a Siont, ünnepeink városát! Szemeid meglátják Jeruzsálemet, a nyugalom hajlékát, a sátrat, melyet nem bontanak le, cövekeit nem húzzák ki soha, és egy kötele sem szakad el, mert dicsőséges lesz ott az Úr. Folyók lesznek azon a helyen, messze elágazó folyamok, melyeken nem járnak gályák, és nem kelnek át büszke hajók, mert az Úr a mi bíránk, az Úr a mi törvényadónk, az Úr a mi királyunk, ő megsegít bennünket. Meglazulnak a kötelek, nem tartják az árbócrudat, nem feszítik a vitorlát. Tömérdek zsákmányon osztoznak majd, még a sánták is bőséges zsákmányhoz jutnak. Nem mondja többé Sion lakója, hogy beteg, az ott lakó nép bűnei bocsánatot nyernek. Ámen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Felolvasott igénk nyelvezete ünnepi és fennkölt, mint egy himnusz úgy szólal meg a próféta írásában. És jól illeszkedik a reformáció ünnepéhez ez az emelkedettség, amikor mi is megemlékezünk Isten munkájáról, amit elvégzett egyházunkban. Immár 505 éve annak, ahogy mondtam is, 1517-ben, amikor Isten lelke elkezdett munkálkodni ebben a német országi szerzetesben, teológiai tanárban, Martin Luther, magyarosan ejtve Luther Márton szívében. És ezzel aztán Isten átalakította az egyházat, a Biblia tanítását, olvasását, és sok keresztény ember gondolkodását is Istenről, hitről. Fontos ez az ünnep számunkra. Fontos, hiszen evangélikus létünk, protestáns létünknek az alapja. Mégis azt gondolom, hogy talán nem becsüljük meg a maga teljességében. De gondoljunk így hálaadással és megbecsüléssel egyrészt eleinkre, Krisztus hű szolgáira, nem csak Luther Mátor, hanem mindazon követője, akik szellemi-lelki örökségét tovább vitték, Isten igéjét tisztán és igazán hirdetve tovább vitték, és így tették le azokat a szellemi-lelki alapokat, melyel a ma egyháza is, és a mi gyülekezetünk is élhet, amelyre építkezhetünk. És mondtam, nem csak Luther Mátorról van itt szó, hanem minden szellemi-lelki követőjére, akár evangélikus, akár református, akár más protestáns felekezethez tartozóan. Gondolhatunk azokra a magyar reformátorokra is, akik aztán Németországból, Wittenbergből hazajöve, akár a Felvidéken is hirdették ezt az újfajta nézetet Krisztusról, az újfajta tanítást, és akár azokon a területeken is, ahonnan aztán ide, a mi településünkre súlyra jöttek annak idején a telepesek, az Icsi-grófok hívására, és akik hozták magukkal luteránus evangélikus hitüket egy alapvetően katolikus helyszínre, és megtartották, megmaradtak az ő hitükben, és így épülhetett fel templomunk, gyülekezetünk is. Nagy dolgok ezek. Nagy lelki örökség, amelyben nem csak emberi nagyságot, hanem az Istennek a megtartó, gondviselő, történelmen átívelő erejét is megláthatjuk, és amért újból és újból hálát adhatunk. De ezen a szép ünnepen se felejtsük el, hogy nem csak evangélikusok vagy más felekezethez tartozóak vagyunk, de elsősorban is keresztények. Keresztények, ami azt jelenti, Krisztushoz tartozó vagyok. Legyen ez mindennek az alapja. Legyen ez, hogy Krisztus az én Uram és megváltóm, és ezután legyek valamilyen felekezethez tartozó. Mert Krisztushoz való kapcsolódás nélkül hiába a gyülekezet, hiába a szép templom, hiába az alkalmak, ha nincs ott a szívemben az Úr Jézus. Ha nem kapcsolódok hozzá hitemmel. És megláthatom azt,
ha Krisztus enyém, vagy ha őt keresem, hogy nem kell nagy teljesítményeket megtennem, hogy kereszténynek vallhassam magamat. Nem két lábon járó tökéletességeket és szenteket vár tőlünk az Úr, hanem olyat, aki megismerte az ő kegyelmét. A kegyelem, amit akkor is megkapunk, amikor nem érdemeljük meg. Épp ezért ez a neve, kegyelem. És igaz volt ez Luther Máton korában is, aki ezt a kegyelmes Istent ismerte meg, aki elfogadja a bűneivel küszködő, de megváltásra vágyó embert. És igaz volt ez az ószövetségi időben is, ahogy arról Ézsaiás ír nekünk az előbb felolvasott igében. Ézsaiás is erről a kegyelemről szól, amely érthetetlen, de mégis elérhető a számunkra. Az ige magyarázat első pontjának ezt a címet adtam, ünnepünk, ünnepeink városa. Mert ezzel kezdődik az ézsaiási idézet. Nézd a Siont, ünnepeink városát, szemeid meglátják Jeruzsálemet, a nyugalom hajlékát. Milyen szép is ez a két mondat. A szent város, az Isten városa Jeruzsálemre tekinthetünk, mint ahogy a vetített képen is, nem tudom mennyire látszik, itt az előtérben egy elmélkedő, imádkozó alak ül, és nézi a maga előtt a szent várost, ahogy azt egy rajzoló elgondolta, elképzelte, és megnyugszik rajta a szíve. De az az érdekes, hogy amikor ez az ige íródott, akkor nem ilyen volt Jeruzsálemnek, a szent városnak a helyzete. Egyáltalán nem ilyen nyugodtságot és békességet árasztott magából, ugyanis egy nagyon komoly válság idején szólal meg Istennek ez a bátorító igéje. A válságot pedig az okozta, hogy egy nagy hatalom, egy nagy birodalom, az asszír birodalom közeledett az ország felé, amely Istennek az ítéletét, büntetését hajtotta végre Izrael népén. Mert Isten nagyon sokszor hívta őket arra, hogy hagyják el a bűneiket. Hagyják el, hogy mindenféle más, kitalált, hamis istenekben bíznak. Hagyják el azt, hogy az Úristen helyett politikai vezetőkbe teszik az ő bizalmukat, és végre forduljanak már oda őhozzá, aki őn neveztetnek, aki miatt Izraelnek, Isten népének nevezik őket. Mindezt nem tették meg, és Isten ítélete pedig elindult. Az asszír birodalom képében, egy leigázó, nagy ókori birodalom képében jött az ítélet, mint a gyorsvonat, semmi nem állta útját ennek a nagy hatalomnak, és már elfoglalták a vidéki városokat, és megérkeztek Jeruzsálem a főváros alá, hogy elfoglalják azt. Már felsorakoztak a csapatok, minden előkészült ahhoz, hogy megkezdődjön majd az ostrom. És nagyjából egy ilyen háttérrel szólal meg Ézsaiás ajkán Istennek a szava, az ige leírása. Nézzétek ünnepeink városát, nézzétek a nyugalom hajlékát. Mennyire nagy ellentét, milyen nagy a kontraszt. Miről is van itt szó? Isten azt akarja mondani, hogy még ezen a ponton is lehet menekvés. Még innen is lehet kiút, az utolsó pillanatokban is van lehetőség még megtérni, mégiscsak az Istenhez kiáltani, és kérni azt az ő kegyelmét, hogy Uram, bocsáss meg, töröld el vétkeimet, hadd legyek újból a tiéd. Ezért szól még itt ezen a ponton is, a háború árnyékában is, az ostrom árnyékában is Jeruzsálem népéhez, hogy ez a csatatér még lehet a nyugalom hajléka. Ez a gyászos helyzet még válhat az ünnepek városává, amit láttok magatok előtt. Csak hagyd el végre bűneidet. Hagyd el közönyös elfordulásodat tőlem, fordulj felém, járj velem, bíz bennem. Így szól az Úr. És így szól ma is hozzánk Istenünk, Krisztus váltságával, hogy aki talán mi magunk is talán valaki csatatérnek látja ma is az ő élethelyzetét, aki gyászba van, akit ezek a napok újból feltörő szomorúsággal töltenek el, a temetőbe kimenve, meggyújtva egy-egy gyertyát, virágot kivíve, újból ránk tör a gyász, az emlékezés, a hiány, fájdalma.
Vagy akit éppen a mindennapok gondja epeszt, a megélhetés, hogyan lesz majd, hogyan jövök ki a télen. Vagy akit betegség, gyengeség nyomaszt, annyi minden lehet, ami ilyen helyzetbe hoz. De Krisztus ismét azt üzeni, hogy tud nyugalmat adni nekünk, tud békességet adni, és a gyász, a keserűség, a nehézségeket tudja ünnepre cserélni a mi életünkben. Csak bízd el életed, keresd őt, fordulj hozzá, ehhez sosincsen késő. És így megyünk tovább a második pontra, ünnepünk Ura. Megláthatjuk az ige folytatásában ünnepünk Urát, amikor Ézsaiás ezt mondja, mert az Úr a mi bíránk, az Úr a törvényadónk, az Úr a mi királyunk, ő megsegít bennünket. Sokan vannak úgy vele, hogy ennek a felsorolásnak csak a legelső pontját ismerik, Isten, mint egy bíró áll felettem. Annyi mindent megtilt az Isten a keresztényeknek, gondolják sokan. És hogyha ezeket a szabályokat, parancsolatokat valaki áthágja, akkor Isten azt megítéli, Isten azt megveri, sújtja valami gonddal, bajjal, betegséggel. És sokan élnek egy megfélemlítettségben az Istentől, vagy éppen emiatt, hogy ezt nem kívánják maguknak, inkább kizárják őt az életükből. Hogy ne szóljon bele senki, ne szóljon bele az Isten, mit szabad, mit nem, majd én járok a saját utamon. A legtöbben így tekintettek Istenre a középkorban is, és az újkor hajnalán is. Reformátorunk is, Luther Márton is így ismerte meg az Istent annak idején, és szenvedett tőle, mert meg akart neki felelni, de nem ment. Pedig szerzetes volt, oda szánta az egész életét neki fiatalon. Bezárkózott egy kis cellába, egy kis szobába, és ott böjtölt, imádkozott, hogy megtisztuljon minden olyan gondolattól, még a gondolataitól is, ami nem az Isten szerint való, de nem tudott újra lenni kísértésein. És meg volt győződve, hogy akkor rám kárhozat vár, hogy elpusztulok, pokol lesz az én életem végén az én jussom. És rettegett ettől. De pokoli félelmei között aztán egyszer csak felragyogott neki az ige szava, az igaz ember hite által él. Az igaz ember hite által él, nem a cselekedetei által, nem azok tartanak meg, hanem az Isten kegyelme, akiben hitünkkel belekapaszkodhatunk. Mert igaz Istenre az igaz bírónak a képe is, de nem csak ez. Mert ő egyben atyánk is, mennyei atyánk, aki várja haza tékozló gyermekét. Ezt mutatja be a kivetített kép is a példázatból, a tékozló fiú példázatából ezt a jelenetet, mikor az atya magához öleli azt a gyermeket, aki nem érdemelte meg ezt az ölelést, elherdálta a rábízott vagyont, és most kisemmizve tér haza atyához. És az atya így fogadja, nem küldi el, nem zavarja el, hanem szeretettel magához öleli, mert mégiscsak az ő gyermeke, bármit is tett korábban. És így fordul hozzánk az Atya Isten is. Krisztust, az ő egyszülött fiát küldte el értünk, és azért, hogy megmentsen bennünket, és még az ő áldozata sem volt túl drága a mi megváltásunkért, atyánknak. És a reformáció ünnepe tulajdonképpen erre a kegyelmes Istenre való boldog rátalálásra, oda találásra emlékeztet bennünket. Bármit is mondjanak mások, bármit is hirdessen az egyházunk, nem elítélni akar bennünket. A Szentírás ezt mondja, hanem megmenteni, megváltani, új életet adni. Ezt hirdették 500 éve is, Luther és az ő követői, és ez az öröm üzenet szól nekünk is. Hiszem az, hogy minél több helyen és minél több gyülekezetben, hogy Isten nem a vesztünkbe akar bennünket taszítani, hanem magához akar ölelni, így ahogyan a képen is az atya a gyermekét, és osztozni szeretne velünk a Krisztussal való élet örömében. És így megyünk tovább a harmadik, az utolsó pontunkra, ünnepünk örömében. Mert ez az isteni kegyelem milyen téren okoz nekünk örömet? Miért lesz ez nekem jó? Az utolsó két versben így olvassuk erre a választ. Tömérdek zsákmányon osztoznak majd, még a sánták is bőséges zsákmányhoz jutnak. Nem mondja többé Sion lakója, hogy beteg,
az ott lakó nép bűnei bocsánatot nyernek. Az igevers első felében a zsákmány osztás képe jelenik meg. Ugye a zsákmányt egy győztes csata után a harcolók, a győztes katonák és a csapat tagjai osztották el egymás között. Azok, akik tettek ezért a győzelemért, akik megszerezték ezt, akik aktívan részt vettek ebben. De az Istennek a kegyelme ilyen, hogy még a sánta is bőséges zsákmányhoz jut. A beteg, az elesett, a sérült, az alkalmatlan is zsákmányhoz jut. Jutalomban részesül az Isten előtt. Mert az Isten kegyelme nem annak szól, aki megdolgozik érte, mert nem is lehet érte teljes mértékben megdolgozni. Mert nem érdemeljük meg azt, hogy az Isten szeretettel forduljon hozzánk. Ő mégis ezt teszi. Még az alkalmatlannak is, még a sántának, csonkabonkának, a lelki értelemben elesettnek és távol lévőnek is nyújtja, kínálja az ő kegyelmét. Ezen a ponton eszünkbe juthat Jézusnak az egyik példázata, a szőlőmunkásoknak a példázata, amely bemutatja az Isten kegyelmének működését. Arról szól ez a történet, hogy kinn a piacon, a város főterén várakoznak munkások, napszámosok azért, hogy valaki megfogadja őket. És jön a gazda reggel a munka kezdetén, és megfogad egy adag munkát. Gyertek a szőlőmbe, kapáljatok, és a nap végén megkapjátok az egy dénár fizetséget. De még nem volt elég a munkás, kiment aztán délelőtt, később 10 órakor is, kiment délben is, délután is, és még a munka végezte előtt egy órával is kiment, hogy még mindig talált munkásokat, akiket senki sem fogadott meg aznap. Biztos nem voltak túl erősek, túl ügyesek, túl alkalmasok. De még nekik is azt mondta, hogy gyertek ti is a szőlőmbe, kapáljatok, és ti is megkapjátok a napi munkabért, azt az egy dénárt. Aztán letelt a munkaidő, sorban állt mindenki a fizetségét, először azok, akik már reggel óta dolgoztak, megkaptak az egy dénárt, és a végén azok jöttek, akik még csak egy órát dolgoztak, és ők is a megállapodás szerinti egy dénárt megkapták. És aztán zúgolódtak azok, akik reggel óta jöttek, hogy hát úrunk, ők is annyit kapnak, mint mi. És a példázatbeli gazda azt mondja, hogy igen, mert én meg akarom nekik is adni ugyanazt, amit nektek. Ez a kegyelem, ami nem logikus, emberileg nem logikus, de az Isten nem a mi logikánk szerint dolgozik, hanem az ő kegyelme alapján. Így jöhetünk hozzá mindannyian, ki korábban, ki egész élet hosszig követve őt, ki talán csak későbben, időskorban hozzá találva, vagy éppen halálos ágyán az Istenhez találva. Nem az a lényeg, hanem az, hogy hozzá találjunk, hogy legyen időnk, hogy használjuk ki az alkalmas időt el. Mert bizony nem minden idő alkalmas, hogy rátaláljunk Istenre. Van, hogy egy-egy nagy mélység, egy szomorúság, egy veszteség az, amikor közelebb érezhetjük magunkat az Úrhoz. Ha így van, ragadjuk meg az alkalmat. Ragadjuk meg, és jöjjünk ő hozzá. Jöjjünk ehhez a kegyelemhez. És azt láthatjuk akár Luther Mártonon is, de akár sokan mások életén is, hogy ez a kegyelem aztán megváltoztatja az embert. Amikor békességre lelek, teljessége, boldogságra lelek az Istennél. Ezt tükrözi az előbb énekelt énekünk kezdő sora is, hogy jel, örvendjünk keresztények, van örvendezni valónk. Még így egy sötét, egy ilyen ködös őszi reggelen is, még akár a temető csendjében is járva örvendezhetünk Krisztusnak. Krisztusnak, aki örök életet ad nekünk. És örök életbe engedhetjük el hitben elment szeretteinket is. Aki megtart bennünket jó és rossz időkben egyaránt. Akihez jöhetünk kérésünket, de jöhetünk hálaadásunkkal is. Van miért örvendeznünk. És az elején azzal kezdtem, hogy Jeruzsálem nagy válságban volt, amikor ez az ige felhangzott. De mi a történet vége? Ézsaiás ott a királynak és a nép vezetőségének hirdette ezt az igét, melyet felolvastam, és hirdette, hogy van még lehetőség megtérni. Isten még ad egy utolsó lehetőséget. És az uralkodó Ezékiásnak hívták ez a király, végül is, mikor látta, hogy tényleg most már nagy a baj, tényleg ez már nem vicc, és az, hogy nem tud ellenállni az ő hadserege az ostromlóknak,
végül teljes szívből Istenhez fordult és hozzá kiáltott. Bocsánatot és segítséget kért tőle. Pedig az ítélet az jött, mint a gyors vonat, de Isten megállt parancsolt mégis. Azt mondta az asszír birodalomnak és a seregnek, hogy eddig és ne tovább. És így olvassuk a csodát, hogy éjszaka még ott volt a nagy sereg teljes díszben, és készülődött az ostromhoz, de másnap reggel már egy legyőzött, kivérezett hadsereg volt ott. Isten elküldte az angyalát éjszaka, és legyőzte azt a sereget, amely ostromolni akarta a szent várost. Megszabadult egy éjszaka alatt Izrael és Jeruzsálem is. Amikor feljött a nap, feljött a reggel, szinte új életet kaptak ezzel. Isten még egy esélyt adott nekik. És nekünk is minden egyes reggel, melyet megérhetünk, egy új esély, egy új lehetőség, hogy Krisztushoz odaforduljunk, hogy őt kövessük, hogy benne éljünk. És ha így teszünk, akkor ő lesz a mostani ünnepünknek, és minden napunknak is ura. Mi pedig szeretett gyermekei lehetünk. Ámen. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, amikor a Te kegyelmedről, jóságodról, a benned való élettől hallunk, sokszor talán egy sóhajtással elintézik, hogy de jó is lenne, de milyen messze vagyok én ettől. De úrunk, az a jó, hogy a mostani igédben is azt üzened számunkra, hogy ez nem egy elérhetetlen dolog. Ez nem valami mennyei, távoli üzenet csak, hanem elérhető bármelyikünk számára. Csak jöjjünk hozzád hittel, szólítsunk meg téged imádságban, erre bátorítasz bennünket, és köszönjük, hogy erre van lehetőségünk. Úrunk, és így szeretnénk ezzel a bizalommal eléd hozni ma könyörgéseinket is. Úrunk, könyörgünk az egész világ kereszténységéért, minden egyházért, minden felekezetért, hogy igédet mindenhol tudják hűségesen hirdetni, és hogy legyen mindenhol gyülekezet, ahol lelkesen hallgatják azt, és hittel válaszolnak igédre. Úrunk, kérünk, őrizd meg a kereszténységet ezen a világon, és add, hogy minél többen hozzád találhassanak. Jézus Krisztusért kérünk, Úrunk, hallgass meg bennünket. Add, Úrunk, hogy írott igédben ne a holt betűket lássuk, hanem mindig meghalljuk belőle a nekünk szóló üzenetet. Ne engedd, hogy igédet mellőzzük, félreértsük, vagy rosszul magyarázzuk, vagy egymás ellen azt kiforgassuk. Add, Úrunk, hogy igéd hadd váljon mindennapi kenyerünké. Jézus Krisztusért kérünk, Úrunk, hallgass meg bennünket. Úrunk, könyörgünk gyülekezetünket is. Add, hogy épüljön hitben, szeretetben, egyetértésben. Úrunk, add, hogy tudjuk mi is odaadással hallgatni igédet, részt venni a szolgálatokban, az alkalmakon. Úrunk, add, hogy az imádság meg ne szűnjön ajkunkon, akár otthon egyen-egyenként, akár együtt a gyülekezetben. Jézus Krisztusért kérünk, Úrunk, hallgass meg bennünket. Úrunk, könyörgünk a nagy világért is, melyben élünk, és amelyben olyan sok baj, nehézség, fájdalom és veszedelem vesz bennünket körül. Kérünk Istenünk, Te óvj meg bennünket a környezeti csapásoktól, katasztrófáktól, és légy azokkal, akik hasonlókat átéltek mostanság. Úrunk, kérünk, hozz békességet a háborús területekbe, különösen is imádkozunk most Ukrajnáért, hozd el a békességet, hozd el, hogy a fegyverek szavai vége elnémuljanak, hogy véget érjen az öldöklés, a véruntás. Úrunk, és imádkozunk azért is, hogy óvd meg a járványoktól, a betegségektől, addurunk, hogy ez ne korlátozza le már mindennapi életünket, és az egyházi gyülekezeti életünket se. Úrunk, kérünk, légy velünk, és óvd meg minden gonosztól, fájdalomtól. Jézus Krisztusért kérünk, Úrunk, hallgass meg minket. Úrunk, imádkozunk szenvedőkért, a betegeinkért, imádkozunk különösképpen is ma gyászoló testvéreinkért. Adj erőt az elesetnek, adj enyhülést a betegeknek, adj vigasztalást a szomorkodóknak.
Add nekünk a feltámadást reménységét is, hogy ezekben a napokban, mikor a temetőkben járunk, elhunyt szeretteinkre emlékezünk, akkor jusson eszünkbe az örök élet üzenete is. Úrunk, és hallgass meg bennünket, amikor elhunyt testvérünkre gondolva imádkozunk. Jézus Krisztus, halált, győző, életet ajándékozó Úr, meghalt, akit szerettünk, és most sírunk. Te megértesz, hiszen te is sírtál barátod sírjánál. Emberi lettél, és megértett fájdalmunkat, gyászunkat. Előtted nem kell szégyelni könnyeinket. Köszönjük, amit Feri bácsiban nekünk ajándékoztál. Köszönjük, hogy itt járt közöttünk, és eddig a miénk lehetett. Kérünk, őrizd meg attól, hogy úgy gyászoljunk, mint akinek nincsen reménysége. Kérünk, amikor majd megérkezünk hozzád, a mi szemünkről is törölj le minden könnyet. Némíts el minden panaszt és jajszót. Úrunk, könyörülj rajtunk halandó embereken, és gyászunkban vigasztalj meg minket. És kérünk, Istenünk, hallgass meg még bennünket, amikor a te népedként együtt egymásért a Jézustól tanult szavakkal így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Most pedig kérem, hogy helyünkön fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon néked békességet. Foglaljunk helyet, és befejező énekünket, az 57-es számú énekünket énekeljük. Áldjad én lelkem a dicsőség örök királyát. Thank you.
Erős vár a mi Istenünk. Thank you.